Hoppá! Hello! Sziasztok! Gyerekek, ez még csak a jelzőcsengő volt, hogy 2 perc múlva kezdünk. Robi bácsi, én is? Igen, te is fogsz kezdeni 2 perc múlva. Jó, de jó! Nem csak az ablakot fogom egész nap támasztani. És én is? Igen, te is. Igen, légy szíves. Még akinek kell pisilnie, az menjen ki, stb. Igen, Örni, te is. Oké. Jó, igyekszem. Jó. Aztán ugye mindenki menjen el most még egy gyors másodpercre, hozza magának vizet, tejfölt, chipset, azt ne, egészséges kaják, almaszelet, stb. Jó? És akkor mindjárt jövünk, jó? Most éppen arra várom, hogy megérkezzenek az emberkéink. Nagy szeretettel, aztán én is meg fogok érkezni. Remélem, hogy lehet hallani, igyekeztem itt egy hét alatt elég sok mindent megcsinálni, amit látjátok. Úgyhogy szuper lesz, hamarosan a csöngő után elkezdjük. És nem tudom, mennyire lehet oda belehallani, de itt iszonyatosan szól, úgyhogy szereztem ide egy iskolacsöngő imitátort, úgyhogy eléggé korrekt lesz, 211-en vagyunk, 215-en vagyunk. Szóval nem csak ígéret, tényleg itt vagyok már, úgyhogy nyugi. Lehet majd tök jó szerintem hallani, nem fog úgy visszhangzani, mint eddig, és traktoros lesz, meg nyulas. A nyulat azt majd igyekszünk ebből a kalapból elővarázsolni, mert egyelőre még üres, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Úgyhogy mindjárt csengetek, és kezdhetjük is. Ezt egyébként valószínűleg kevesebben fogják nézni, mert hát szerintem fiús téma, úgyhogy nem látjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy csöngetek is, és akkor elkezdjük. Na kérem szépen! Szeretettel köszöntelek benneteket itt a virtuális rajzórán. Én engem Vámos Robinak hívnak, a Tábláska és a Gyémánbogár alapítója vagyok. Talán innen ismertek már. Talán annyit kell rólam tudni, hogy szerencsére ez az óra nem rólam fog szólni, hanem rólatok fog szólni. És én azt szeretném, hogy azért higgyetek nekem, és hogy higgyetek nekem, ahhoz nem már tudnotok, hogy én ki is vagyok valójában, mert azért jön egy akár kicsoda, annak nem kell hinni. Rólam annyit kell tudni, hogy gyerekkorom óta rajzolással foglalkozom, és sosem hagytam abba. Mindig valahogy másképp rajzoltam, az eredeti szakmám az gépészet, már a középiskolában is műszaki területen indultam el, és így kezdtem el a pályafutásomat, de valamiért nem találtam teljesen magamra. Közben azt fogom csinálni, hogy egy másik cuccon jól bekapcsolom ezt a videót, és nagy szeretettel foglak benneteket látni, fogom látni a kommenteket, és akkor arra igyekszem reagálni. Elnézést, hogyha nem mindenre fogok reagálni. Ha párbeszédet szeretnétek velem folytatni, akkor várom hívásatokat, mert ilyen lehetőség is van. De nem most természetesen, úgyhogy így erre rögtön rácsatlakozok a saját oldalamra, ami egyébként némi trükköt kíván, mert közli velem a rendszer, hogy az én vagyok, úgyhogy saját magamat kívánom nézni. Hát természetesen igen, mert most arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit láttok. Úgyhogy, amint bejött a cucc, már is látom a kommentjeiteket. Sziasztok! A hozzászólásokat gyönyörűen bekapcsolom, és már is a csengő, jó, te egy kicsit halk vagy, így már nem vagyok halk, fogadjunk. Megpróbáljuk azt, hogy hangfal a gyengéskedet, igen, köszönöm a visszajelzéseket. Megpróbálom azt megcsinálni, hogy lehet, hogy nem lesz olyan halk, de vízhangos lesz, úgyhogy figyeljetek ide, Esetleg jelezzetek vissza, hogy így jobb-e, jó? Mert most változtattam valamit. Szóval, rólam azt kell tudni, hogy gyerekkorom óta rajzolok, és nem hagytam abba. Itt vagyok én, kisgyerekként. Cuki kisgyerekként. A cukiságom állítólag nem múlt el, de hát ezt nem én akarom eldönteni. És egy eléggé különleges úton, módon érkeztem
ide hozzátok. Oké? Itt vagytok ti, most éppen a vonal túlsó végén, fiúk, lányok vegyesen. Az az észrevétel érkezett, hogy az elmúlt alkalom, az unikorn és pónis alkalom, az meglehetősen csalsz is lett. És hát igen, az a helyzet, hogy amit én csinálok, az egy kicsit olyan, olyan lányos, meg virágok, meg napocska, meg cuki dolgok. És hát jó lenne, ha egy kicsit a fiúknak is kedvezni, csak úgy tehetség. Csak valóban visszhangosabb, nem hangosabb. Előbb jobb volt, így jobban hallani. Na, őszintén szóval a következőt javaslom, mindenki tegyen ki hangosítót a telefonra, mert akkor fogja hallani, sajnos nem tudom azt megoldani, hogy legyen visszhangos, úgyhogy vagy a visszhangot veszem, vagy ezt. Úgyhogy megoldjuk. Szóval itt vagytok ti, itt vagyok én, itt vagyok 3 évesen, és úgy jöttem hozzátok, hogy hát tudtam, hogy fogunk találkozni. Természetesen ez nem így volt, nem tudtam előre, hogy fogunk találkozni, úgyhogy magam sem tudtam, hogy mit csinálok. Tulajdonképpen gépészként én vonatalkatrészeket terveztem vasúti kocsikra, meg terveztem ketchupos flakont, meg terveztem olyan egyedi mindenféle gépeket, amik érdekes dolgokat gyártott, előállított. Azt szeretném mondani előjáróban az egész előtt, hogy arról teljesen felesleges tájékoztatnotok engem, meg mindenkit kommentben, hogy nálatok mi a helyzet. Anita a feleségem nézi az adást, és ha valami probléma van, akkor jelez nekem. Ráadásul én is nézem, úgyhogy erről kérlek, hogy inkább ne tegyetek kommentet, hanem majd ha esetleg kérdés lesz, akkor fogunk, arra fogunk figyelni. Ez már a 3. ilyen alkalom, és ott tartok, hogy még gépész vagyok. Én visszakanyarodtam a gyerekkori cuki rajzaimhoz, mert gyerekkoromban az volt rám jellemző, ahogy szerintem sok gyerekre, hogy nekiálltam, és rajzot ajándékoztam annak, akit szeretek. Hát ez tök egyszerű, rajzot ajándékozni annak, akit szeretünk. Na most, valamiért ez elmúlik. A Minden sikerült című könyvemben is érdekes, pillanat, igen, itt vagyok. Szóval a Minden sikerült könyvemnek is az az alcíme, hogy hol vész el az a gyerekkori dolog, ami elvész, mert sokakból elvész ez az ajándékozás. Én azt szeretném tanítani, hogy egyszerű dolgokkal is nagyon nagy örömet lehet szerezni, például a színezőkkel, úgyhogy majd a végén megmutatok nektek egy új színezőt, ami egy kicsit nagyon húsvétis és nagyon gyulas. Úgyhogy én visszakanyarodtam a gyerekkori rajzaimhoz, és elkezdtem ajándékokat készíteni, ebből lett a táblácska. A táblácska az egy rajzos ajándéktár. Na most, aki alig hallasz, hangosítsa föl, mert ennél hangosabban nem lehet beszélni, és már amikor is ilyen volt. Úgyhogy puszi, nyuszi, szó szerint nyuszi. Ebből lett a táblácska, ami egy ajándéktár, rajzos. Az van rajta, amit kérnek az emberek, biztos ismeritek, ha nem, akkor nézzétek meg. És rengeteg színezőt is készítettem, és én így kerültem be a sorikba, és úgy kerültem el végül is hozzátok. És 2016 óta foglalkozom gyakorlatilag gyerekeknek az önbizalma építésével, mert rájöttem, hogy itt nem arról van szó, hogy megtanulunk rajzolni, hanem arról van szó, hogy többet tudunk, mint gondoltuk, és ez óriási érzés. Most nagy szeretettel törlök egyet. Azt fogjuk ma csinálni ebben az egy órában, hogy fiús dolgokat fogunk csinálni. Markolót, traktort, dömpert, dömperszállítót, akármit. Úgyhogy kövessétek, léci. Most egy kicsit ilyen tanítós rész következik, utána pedig meglátjuk, hogy mi lesz. Itt van velem Zippi, a csimpánz, aki már legelső rajzolóan ismeretes, úgyhogy sose fel... Aha, hangfalat utatok be, így jól. Aha, igen, ajánlom. Jó, mert a telefonos csipogó az valami kevés, úgyhogy minimum egy kis bluetooth-os akármit nyomjatok rá a telefonra, és tök jó lesz, ígérem. Szóval Zippi a csimpánz, aki bizonyítja, hogy hiába mondják az emberek, hogy nem tudod megcsinálni, te meg tudod csinálni, vagy hiába gondolod azt, hogy valami nehéz, akkor simán meg tudod csinálni. Van nála, de jó. Szóval, tőlök,
vendégeim Láma Lali, Láma Ugul, úgyhogy végül is mindegy. Ja, meg okos bagoly, képzeljétek el ezt a bagolyot, egy barátom körbevittem a Európába, és egy csomó kép van róla Párizsból, mindenhonnan. Szóval, törlés. Mit szóltok az iskolatáblához? Zseniális, ugye? Én nekem is tetszik. Körülbelül ugyanazt a hangulatot hozza. Iskolás, koszos, poros, és nem lehet elég jól letörölni, úgyhogy abszolút autentikus lesz. Igen, muszit is rajzolunk, csak elő kell varázsolni, jó? Tehát itt az üres kalap, oké? Itt az üres kalap, elfordulok, tadam, és a kalapból elővarázsoltam a nyulat, fantasztikus, kérem szépen. Őt nyúlnak hívják, úgyhogy megpróbáljuk lerajzolni. Megmutatom, hogy hogyan nem fogunk rajzolni, nem fogunk így rajzolni, oda teszem szerencsétlen nyulat, kivasalom és majd körbe rajzolom, mert az olyan, nem tudom, én figyeljetek, én nem nagyon szeretem a másolást, próbáljuk meg úgy rajzolni, ahogy jön. És természetesen most tőlem tanultok, ezért abszolút benne van a pakliba, hogy lemásoljátok, amit én rajzolok ide a táblára, de utána tegyétek majd bele saját magatokat, oké? Okay? Tehát ez nagyon fontos. Kezdjük azzal, hogy hogy néz ki egy traktor. Úgy néz ki egy traktor, hogy van neki egy nagy kereke, meg van egy kis kereke. Megmondom, mi a trükkje. Ha először megrajzolod a vonalat, amin állni fog, akkor el kell találni azt, hogy hova rakod a kerekét. Úgyhogy én nem ezt javaslom nektek. Fúgy, de nem szerettem azokat a tanárokat, akik felrajzoltak valamit a táblára, aztán letörölték, és akkor nem tudtam, hogy mi legyen. Hát most én vagyok egy ilyen. Én azt javaslom, hogy rajzoljatok egy kis kört, rajzoljatok egy nagy kört. Értelemszerűen ez lesz a kis kereke, ez lesz a nagy kereke. Amit még meg fogunk tanulni, az természetesen az lesz, hogy ne radírozzunk, ne javítsunk, hanem mindig tegyünk hozzá. Tehát, hogyha ez a valami most nekem nem tetszik, akkor nem most kitöröljük, jó? Tegyük fel, hogy nekem ez nem tetszik. Vajon milyen állatot lehetne ebből kihozni, ebből a félre sikerült traktorból, ami még mindig nem tudom, hogy félre sikerült-e. De, hogyha úgy gondolom, akkor tudom folytatni másképp. Figyeljetek ide, azt mondom, hogy ez lesz az egyik szeme, ez lesz a másik szeme, ez lesz az orra, és kész a béka. Ennyi. Szóval mindig csak hozzáteszünk, jó? Nagyon fontos. Most visszatörlöm odáig, hogy két köröm van. Ne mondogassátok, legyetek kedvesek, hogy ez nem lett elég jó, mert semmire nem vezet. Higgyetek benne, és simán meg tudjátok csinálni. Fogs. Szóval, egyik kerék, a nagy kerék, másik kerék, kis kerék. Tegyünk bele egy kis mélyebb karikát. Ez lesz a felné, szakértőknek ez a felné. Legyen egy közepe, és a nagy keréknél annak idején apukám nem nagyon szerette, hogy mindig a kerékcsavarokkal kezdtem, mert azt tetszett a legjobban nekem a buszban, az itt vannak a csavarok. És én mindig vártam, olyan busszal akartam menni, ami nincsen letakarva dísztárcsával ez az egész, hanem látszanak a csavarok. Hát én ilyen gyerek voltam. Legyen ennek is egy közepe, akinek úgy gondolja, hogy a kis kerékre is tud tenni. De most ugye magától szétgurulnak a kerekek, úgyhogy ezt érdemes úgy megcsinálni, hogy összekössük őket, és akkor már is alakul a traktorunk. Ha innen elindítok egy ilyen vonalat, ez lesz, itt lesz ugye a motorrész, és ha teszek ide egy kalitkát, akkor itt fog ülni a vezető. A vezető pedig benne ül, a kormányt az oldalnézetből egyszerűség kedvére így tudom ábrázolni, és már is elkészült a vezetőm. Oldalnézetben egy szemben látszik, nálam nincs orra a figuráknak, erre már ki tudunk térni. Sziasztok! Szóval közben itt elmaradtak az üdvözlések, ha nem probléma, úgyhogy Ildiéket, Lenkét, meg mindenkit üdvözlök, meg Márti nénit is, meg főleg, meg egy csomó osztályt, akinél már voltam, biztos, hogy találkoztunk már nagyon sokatokkal, itt rengeteg ismerős név van. Ígérem, hogy nem csak fiús lesz, oké? Okay? Szóval van neki tetele, aki igényes, ez megint még hozzá tud tenni. Természetesen lehet lámpája, nekem másik mányám volt az a hűtőrács, úgyhogy rajzolunk egy hűtőrácsot, meg az a szegény sofőrnek valahol be kell szállni,
és ez már egészen traktor jellegű. Ugye a traktor az önmagában egy elég céltalan eszköz, és utazásra annyira nem praktikus használni, úgyhogy mindig van mögötte valami, amit mondjuk erre föl lehet akasztani. Akasztunk most rá egy kocsit. És akkor már is látom, hogy mennyivel könnyebb így behúzni, aztán akár bírbegurva a vonalat is, amin ezt halad, úgyhogy nem kell azon görcsön, hogy húzok egy vonalat, aztán majd meg tudom eltalálni, jó? Rajzolj mögé egy kis kocsit. Ez az egyik kerék, ez a másik kerék. Természetesen itt is lesznek felnőtt, lehetek ennek közepe. Akik kerékcsavarmániások, mint én, azok megcsinálják a kerékcsavart, legyen rajta egy ilyen kocsi. Úgy csináltam, hogy összekötöttem a két kört, ide még meghosszabbítottam, és nem tettem rá egy ilyen cuccot. Tulajdonképpen ennyi. Biztos vagyok benne, nagyon sok kisfiú rettenetesen fel lesz lelkesülve, és él a nappal. Legalábbis a következő ilyen foglalkozási markoló-parkoló fog rajzolni. Erre tegyük egy. Legyen egy nyúl, jó? Van, aki mondta, hogy legyen nyúl. Hát ugye az volt, hogy múltkor kettő krumplival rajzoltunk unikornit is, tehát most is akkor rajzoltam meg ezt a két krumplit, aztán csókra családnak. Hát ez még nem nyúl. Ha tetején nem látszik, akkor ennek most lekonyítom a fülét. A nyúlnak legyen füle, legyen szeme, cuki X az orra, és egy mosolyt neki. És akkor az első lába látszik, a hátsó lába látszik, vagy a farka látszik, aztán meg van a nyúl. Úgyhogy ez a traktor visz egy nyulat. Nézzük ezt a részt. A következő olyan cucc, amit nagyon szeretek a gyerekek, az mondjuk a dömper. Nekem volt régen olyan gyerek étkészletem, a mindenféle autókontek körben, biztos, hogy van, akinek ez ismerős, és ott a kedvencem volt a dínyeszállító teherautó, mert ott, abban azok között a dínyékben volt olyan színű dínya, ami sehol másik nem volt a tányérban, úgyhogy nekem ez volt a mániám. Rajzoljunk egy ilyet, hát ez nem érdekes módon ugyanígy kezdődik. Ha dupla kereket rajzolunk hátra, akkor ez lesz az első kerék, ez lesz a hátsó kerék, megrajzoljuk szépen bőrűen felni. Aki nem tud kört rajzolni, annak ajánlom figyelmébe, mert a külön foglalkozást, ahol csukott szemmel és bal kezel is megtanítom. Legyen közepe mindegyik keréknek, ugye most jön a... Nem kell ezt annyira pontosan, én sem csinálom pontosan, meg tudom mutatni el. Úgy is, hogy ez mennyire nem tökéletes, de most nem rángatom a kamerát, jó? Húzzuk össze ezeket, mert hogy összeérnek jó esetben, erre is, meg erre is. Tehát most ott tartunk, hogy van az a rajzos móka, hogy a mexikóiak a biciklin, ez valami hasonló most. Itt a hátsó dupla kerke, már be tudjuk húzni a földet, amin ez mozog. És akkor ugye az első kereke felett van a a vezető fülke. Ugye tegyünk egy ilyen kockát. Egy kicsit feldére csináltam ezt, jelképezve azt, hogy itt lesz ugye az ablak. Akinek kell egy ablak, az tegyen ablakot. Akinek lámpa kell, annak tegyen, az tegyen lámpát. Akinek lökhárító kell, az tegyen lökhárítót. Akinek hátulra kell lökhárítót, tegyen hátulra lökhárítót. Ez egyébként nem bonyolultabb, mint az unikornisnak a patája. Úgyhogy, mert a történet. Rajzolunk ilyen mondjuk két ablakot. Ide betesszük a kormánykereket, innen látszik a sofőr, legyen neki ajtó, aztán kész. Most ezzel nem kell nyüglődni, hogy hol a lépcső, meg nem tudom micsoda. A lényegre menjünk rá, lépci. Itt a fiúk meg szokták vizsgálni, hogy mindenféle ketyere van, a légtartály, meg kipufó, meg nem tudom micsoda. Ezt egyszerűsi kedvéért vegyes cuccokkal lehet megkomolyítani. Tök mindegy, hogy itt rajzoltuk ide, az nagyon vagányan fog kinézni, és utána pedig ide rá kell tenni egy téglalapot, ez lesz a plattója. A plattójára pedig azt teszünk, amit akarunk. Én azt csinálom, hogy az egyszerűség kedvéért én ezeket a dinnyéket választottam, és ez úgy volt ez a kis tárgyalom, hogy akkor az egyik az mit más színű volt, aztán egyébként lila volt az, amiket én nagyon szerettem, és mindig a lila dinnyét néztem, vagy vajon mi is lehet az a dolog, amit egy ilyen teherautó szállít, mindegyik kerek vagy gömb alakú, aztán vegyes színűek, úgyhogy nem is tudom micsoda. Itt tartunk, most belenézek én a történetbe, igen. Most ugye ez a része még szabad,
itt van egy kérés, hogy rajzolja a biciklit. Hát oké, az nem tudom mennyire fiús cucc, de még egy előtte csináljuk azt, hogy ide tegyünk ide egy kis emelvényt, és akkor már azt látjuk, hogy ez a teherautó, ez igazából nem elütni készül majd azt, aki itt van, hanem megállt előtte. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha így akartok rajzolni, akkor jelképezzétek azt, hogy ez nem tud tovább menni, és akkor nem fogják az emberek úgy érezni, hogy az jaj, szegény nyúl. Ide rajzol üdvülat, két krumpli, egy krumpli, két krumpli. Füle. És kész. Ugye a füle, szeme, az orra egy X, ez a mosolya, és akkor első láb, hátsó láb, farka. Ez tökre örül neki ez a nyúl, ő pedig annak reményében érkezik, hogy húsvéti tojást fog kapni. Szóval, megnézem, hogy itt mennyi helyen van. Itt volt egy biciklis kérés, igyekszem teljesíteni, ide tehát tegyünk egy biciklit, jó? A bicikli az úgy néz ki, utána törlök egy nagyot, a bicikli úgy néz ki, hogy van nekem egy kerekem, meg két kerekem. Ha így kezditek a biciklit rajzolni, akkor lehet, hogy gondba lesztek. Ezért azt mondom, hogy ne így kezdjétek a biciklit rajzolni. Nem kell radírozni, nagyon fontos. Most van az a pillanat, amikor megint egy olyan valaki tanít, aki ugye csinál, amit aztán letörli. Csinálj belőle valami mást. Mit lehetne belőle csinálni? Valami egészen mást. Lehet belőle csinálni mondjuk egy hörcsögöt. Jó? Csinálj egy hörcsögöt. Hogy néz ki? Van neki orra, van neki szeme, ha lehet kettő, ez lesz a pofazacskója, és akkor csókolom, ebből meg kinéz a foga. Hát figyelj, tényleg nem azt mondom, hogy ez a művészi önkifejezésnek a csúcsa, de ez egy egyszerű hörcsög, és mégsem kellett rajzolni, letörölgetnem ezeket. Ha biciklit akarunk rajzolni, akkor nem azt javaslom, hogy ezt csináljuk, hanem a következőt javaslom. Rajzolunk egy háromszöget. Matekosoknak ez egy egyenlő oldalú háromszög. Jó? Aztán rajzolunk ide rá egy olyan háromszöget, mint az elsőbségadás kötelező, ez is egy egyenlő oldalú háromszög, és rátettem. Utána pedig húzzuk le ezt a vonalat, de ezt ne húzzuk be. Fogs! Ez lesz a hátsó keréknek a közepe, ez lesz az első keréknek a közepe. A hátsó kereket berajzoljuk, berajzoljuk az első kereket, és utána annyi a dolgunk, hogy ugye meghosszabbítjuk ezt, ezen lesz a nyereg. Meghosszabbítjuk ezt, ezen lesz a kormány. És már akkor látjuk, hogy ide már csak a pedált kell betenni, esetleg igényesebbek, ugye ide tehetjük a láncot. És kész a bicikli. Még tovább igényeskedve természetesen lehet egy vastagságot adni a keréknek, be lehet rajzolni a küllőket, de ez már nem szükséges, és ez már is mennyire jó bicikli, és pár vonallal, ezt még egyszer megmutatom, úgyhogy a hörcsöktől megválunk szeretettel. Azért, én azért radírozhatok, hogy legyen hely, jó, bocs. Háromszög. Másik háromszög. Itt ezt a háromszöget nem fejezem be. Ez lesz a hátsó kerék közepe, megrajzolom hátsó kereket, ez az első kerék közepe, megrajzolom első kereket. Itt lesz a kormány, itt lesz a nyereg, itt lesz az első lánckerék, és akkor ide megy a lánc, és ide rátesszük a pedált. Aztán puszi-nyuszi, és akkor jöhet az igényeskedés, de ezt most már nem kezdem el, mert lehet lámpát is tenni, lehet csomagtartót tenni, lehet a csomagtartóra nyuszit tenni, aki utazik már szívesen, igaz? Az a helyzet, hogy nagyon sokféle olyan fiús cucc van, amit úgy gondoljuk, hogy nehéz rajzolni. Most az a kérdésem, hogy léci kommentekben írjatok már fel ilyen fiús cuccot, addig én elmegyek, lemosom a táblát, jó, még egy kicsit itt hagyom, amíg bevizezem a cuccot, és akkor rögtön jövök, addig írjatok léci fiús cuccokat. Szóval, hogy milyen fiús cuccok vannak, amiket itt el lehetne követnünk közös erővel.
Jó, erős krétát hoztam nektek, úgyhogy most itt majd szenvedek egy kis felemosásával, de sose legyen ebből problémák. Gyönyörűen le tudjuk mosni. Egyébként, aki szeretne ilyen táblát otthonra, annak nem fogom megcsinálni, viszont ajánlom a Skolatex festéket, mert nagyon jó. Dino és űrhajó, meg markoló. Na jó. Főleg csillának a markoló, ugye? Mert aztán nagyon markoló párti vagy mi. Na szóval, amíg szárad és csúnya lesz, addig nézzünk egy markolót. Legyen egy húha, sárkány és ninja. Ajjá! Túl gyors, nem tudják követni a gyerekek. Visszanézhető lesz, jó? És nem véletlenül csinálom így. Ez nagyon fontos, amit itt felvetettél, hogy gyors-e. Egyszerűen az a jó, hogy nem hagyjuk szenvedni az embereket, hanem folyamatosan csinálják egyfajta flow-ba. És biztos vagyok benne, hogy meg fogja tudni csinálni, úgyhogy csak türelem. Betonkeverő, amit egy dino vezet. Á, Mónika, imád a tenger. Ú, itt van Dávid is. Hello. Legó sárkány. Jó. Nézzük egy markolót. Gyönyörű sárga lesz. Megnézzük, hogy ide tesszük a markolót. Legyen neki egy kereke, meg legyen neki még egy kereke. Az egyszerűség kedvéért ez két egyforma kerék. Közben megjegyzem, mert el fognak kavarodni a kommentek. Betonkeverő. Jó, van is lesz. A markolónál az a jellemző, és nézzétek meg, légy szíves, hogy én ezért vastag kereket rajzolok neki. Mert hogyha biciklit akarnék rajzolni, akkor bicikli vékony, ilyen kis vizsli kereket csinálni be a markolónak, nagyon gáz lenne, ha ilyen lenne ok. Szóval... A markolónak vastag a kereke. A vastag kereke markolónak. A markolónak van, tegyünk ide egy háromszöget, és az egyszerűség kedvéért ez lesz az a kanál, vagy markoló kanál, vagy hogy hívják, jó? A markoló kanálra jellemző, hogy van neki egy vége, és van benne valami. Hát ez mondjuk legyen, kiszínezhetnék akár barnára, de színezés légy szíves, ne kezdjetek el, mert akkor tényleg le fogtok maradni, jó? Ha azt akarjuk, hogy ezt vezesse valaki, akkor valahova ide rajzolunk egy, mondjuk egy négyzet alakú fülkét, és ugye ezek ilyen botkormány, mint a milyenféle joystickos irányítással működnek, úgyhogy ide betesszük ezt a vezető komát, aki egyelőre a szétesett markolót nem tudja vezetni, mert szétesik, hát akkor csináljuk meg, hogy ne essen már szét, jó? Csináljuk azt, hogy ide teszünk egy markolókat, meg ide teszünk egy másik markolókat. Ezt a fülkét, ezt valahol bele kéne tennünk, hogy ne essen le a kerekekről. Tettem neki még egy keretet, mintha egy képkeretben ülne ez az illető. És Cakó, Lívia és a lányos dolgok. Hello! Figyelj, az első alkalommal elég lányos volt, a második alkalom unikorn és csillámpón is volt. Úgyhogy ezért most fiús van. A következő alkalommal megláthatok, mi lesz, mert már kitaláltam. Egyébként ehhez lehet, hogy van köze. Ide pedig teszek egy motort. A motort úgy lehet ábrázolni, hogy egy szellőző nyílás teszünk, és akkor nagyon vagány lesz. Ha a markolónak megcsináljuk a kerekét, akkor látszik, hogy ennek ilyen mintázott, bordázott, terepmintás kereke van, és akkor már is tökre markoló. Hát akkor zárásképpen ide pedig tegyünk egy nyilat. Jó? Egyre cukibb és húsvéti tojás már közeledik, egyébként készültem itt nektek a húsvéti tojással, majd a végén elmondom, hogy hol tudjátok letölteni ennek a papírnak a túloldalán. Hopp, egy pillanat, ha megmutatom, van egy húsvéti tojásos színező, amit majd a végén elmondok, hogy hol lehet letölteni. Itt a húsvéti tojásom, amit ez a nyúl szeretettel biztosít a markolót vezető számára. Azt mondja, hogy szuper, megtanultam a biciklit rajzolni. Igen, ez egy tök nagy kihívás egyébként a bicikli, mert mindenki olyan furcsa dolgokat csinál. Nézzünk egy tankot. Fontos, apróbetűs rész, tank. A tankot azért tanuljuk, mert meg akarom tanulni a tankot rajzolni, úgyhogy semmi agresszív fok.
A tank az úgy képződik, hogy rajzoljunk már egy csomó kereket egymás mellé. Legyen mondjuk 5. Rajzolunk 5 karikát. A két végére rajzoljunk 2 kisebb karikát. Ha ezt bekeretezzük, akkor már lehet látni, hogy mire megy ki a játék, igaz? Csak már csak a teteje hiányzik. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy rajzolok egy ilyen részt, meg rajzolok még egy ilyen részt, meg rajzolok még egy ilyen részt, összesen 3 részt, és az egyikből jöjjön ki a cső. Hogyha valakinek ez jobban tetszik, és most jönnek a kerékcsavarmániások, sziasztok, az kirészletezheti ezt a dolgot. Ugye a tankon nem tipikusan szokott lenni ablak, de rácsokat tehetünk, attól magányabb lesz, aztán csókolom. Az agresszíva vagy 660 dolgokat én úgy szoktam feloldani, mint a március 15-i színezőben, hogy virágokat teszek rá, és akkor tulajdonképpen virágok nőnek ki a tangból, nagyon cuki. Azt mondja, repülve, mint egy krokodil vezet, várj csak egy pillanat, azt mondod, hogy már hol vagy? Hol vagy? Elfelejtettem. Várjál. Betonkeverő. Nézzünk betonkeverőt. Lenne egy kék betonkeverő. Szerintem ez még simán látszani fog. Aha. A kék betonkeverő. Hogy néz ki? Van neki? Hát igen, ez nem fog látszani. Van neki egy első kereke, meg van mondjuk két hátsó kereke. Már megint felni. Összekötni. Lökhárító, akinek ez úgy gondolja, hogy tetszik. Ugye az első, a karitka, az tök ugyanaz, és utána jön a trükk. Ide rajzolnunk kell egy olyan valamit, mint a betonkeverőnek van. Tessék ide húzni egy felvonalat, egy kicsit olyan, mint hogyha a leghátsó kerékhez kapcsolódna, de nem kell odáig lehúzni, legyen egy felvonal, aztán ide még egy felvonalat, meg még egy felvonalat. És akkor ezeket összekötve megkapjuk a betonkeverőt. Ennek van itt egy ilyen leeresztő, ahol ugye leszokták önteni, és akkor ide lehet tenni azokat a kütyüket, amik így vagányján teszik, vagy komolyján teszik az alkotást, és akkor lehet az, hogy kormány, vezető, mindegy, hogy hogyan, nem kell ezt nagyon túlnyegni, mert megint mondom, legyen egy ajtaja, és akkor be is bír szállni, kerékcsavarmánia, akinek tetszik. És akkor mit lehet még az, hogy ez ne egy ilyen legyen? Egy cuki szívecskével lehet ezt megbolondítani, és akkor természetesen, ha azt akarom, hogy valami mozog, akkor azt úgy szokás csinálni, hogy teszek mellé kis vonalakat, hogyha itt a nyúlnak mozog a kezébe a tojás, akkor felhívjuk a nézők figyelmét arra, hogy ez az valami mozog, vagy ha éppen mozog ez a tank, akkor nyugodtan ezt lehet csinálni, és akkor látszik, hogy megy. Ha ilyen vonalakat húztok utána, akkor gyorsan megy. Ez is, hogyha megy, nem rajzoltam alá a földet, de látszik, hogy mindegy is. Ha ide rajzolok kineket, akkor megy. Ha ide teszem, akkor gyorsan megy. Értjük? Ha ugyanígy a mozgásokat az egyszerűbb a lepkénél mindenképpen érdemes megtenni, sokkal élőbb lesz az egész. Hogyha rajzoltok egy lepkét, mindegy, hogy milyen, ha ide tesztek ilyen, akkor ez a lepke bizony repülni fog. Na, szóval, repülőt esetleg, talicskát kisgyereggel, na jó, aha, talicska. Akkor most megint az lesz, hogy törölöm kell, illetve szerintem lentre még simán kifélek, a tank alá. Ugye, legyen, ja! És mi volt a betonkeverővel? Nagyon, megint puskázok. Betonkeverő, mint egy dino vezet. Aha, igen, most ez krétás feladára, az kicsit macerás lesz, de nem lehetetlen. Annyit megteszek, hogy teszek rá egy dinót neked, jó? Ez úgy készült, hogy húztam egy ilyen vonalat, ez lesz a fele. Ide már is emlékeztető, oda teszem a szemét, meg egy orrot, és akkor egy hullám, az a feje, két hullám a háta, itt jön a farka. És utána meg el tudom már is másolni ezt a dolgot, egyszerűen csak teszek ide.
És akkor még dínom lesz, jó? Itt szereti ezt a szívecskét, ezt az ami is itt van, ez a szívecske. Tanicska! Hát, szerintem az nem bonyolult. Húzok egy vonalat, meg ide rajzolok egy trapézt, ide rajzolok egy rudat, azon lesz a kerék, és akkor kész. Ugye így kell fogni, ide kell betenni a nyulat, két krumplit, szem, x, és fülek. Már a húsvéti tojás készülődik egyébként. A húsvéti tojásos színezőt most megmutatom, így néz ki. Ezt tudjátok majd letölteni, majd a végén elmondom, hogy honnan. A honlapon ingyenesen elérhetővé tettem csak úgy, mint a szíves színezőt, azt már szerintem láttátok. Nézzük a kéréseket. Repülő, helikopter. Oké, egy kicsit várok, amíg itt utaléritek magatokat, addig a morfolyót, meg a tankot azt innen eltávolítjuk, és akkor ide majd tudok egy repülőt varázsolni. Igazán hangulatos az iskolatállal, mert múlt héten festettem, de már teljesen olyan, mint az iskolában lennék. Tökéletesen megmaradnak a mocskok rajta, a csúlyok, minden, úgyhogy királyság. Gratulálok Monika a dinodhoz. Mozdulj, repülő. Na, figyelj, most nézzük a helikoptert, jó? Most ez kedvem támadt. Én a helikoptert azt egy krumplival szoktam kezdeni. Krumpli. Ugye egyszerűt, hogy nagyon utat. Egyszerűt, jó? Egyik krumpli. A krumpliból kinő egy rúd. Erre tegyünk rá egy háromszöget. Eddig akár aranyhoz is lehetne, vagy kulcs, tűzoltó lesz. Tegyünk ide egy ablakot. Ez lesz az ablaka. Ezt úgy csináltam, hogy itt a tetejéből elindultam, bekanyarodtam és az elejébe érkeztem. Hogy egyszerű legyen egy ilyen vízre leszállós, vagy nem tudom milyen helikoptert fogok csinálni, mondjuk legyen egy ilyen. Ezt egyiket is megrajzolt, tehát úgy az, hogy két rövid vonalat összekötök egy sílét, aztán csomkolom. A gubit én rajzoltam, persze, kíváncsi. Na jó, hát most itt nem tud más megjönni, úgyhogy ez van. Kénytelen vagyok. Ugye a legnagyobb száma helikopterben az, hogy föl bír szállni, ugye attól bír föl szállni, hogy van neki egy rotorja, forgó lapátja, elől is, meg hátul is. Az első, ezt mi sem egyszerű megcsinálni, csináltok egy puklit, lehet bonyolítani, tehát lehet komolyítani, de egyébként az a lényeg, hogy úgy csináltok, mintha egy lepkét csinálnátok, és akkor már is megvan ez a két szám. Repülő, ami dino, amit egy dino vezet, az is rossz. Azt hiszem fogok nyitni egy oldalt, ahol ezek a kérések jönnek, és akkor a legeszementebbeket megcsináljuk. A hátsó szárnya az úgy néz ki, az oldalon látom, az meg kisebb. Ezek a hátsó forgó, ugye propellerek. Mit kell csinálni akkor, azt akarom, hogy látszódjon. Mozog, ezt kell csinálni. Egyébként, ha így csinálsz, akkor is ez már mozog. Itt van benne a pilóta, a fülén van felhallgató, és kész. Tovább nem kell bonyolítani. Én ide még szoktam tenni egy zászlót, esetleg egy ajtót, egy rácsot, de nem kell túl bonyolítani. Már megint nem kell túl bonyolítani, és ez elég egy helikopter. Mi a helyzet a repülővel? Igyekszem mozdulni is, hogyha az idő engedi, jó? Mert mindjárt 45 van. És még akarok egy kis hús, még a nyulakról nem is volt szó, mert túlon túl, nyúlon túl, jó? Ezzel nem fogunk kivirázolni, viszont ezzel igen. Nézzük egy repülőt. Ez egy macerásabb történet. Én azt szoktam csinálni, hogy megrajzolom a propellert. Ez olyan, mint amikor buszrajzoltam. Motor, az de jó ötlet, kösz! Ha a repülőt megrajzolnom, akkor ez úgy néz ki,
hogy sok a kérés egyébként, sokat kértek, ezért úgy fogom csinálni, hogy több lesz benne, emiatt lehet, hogy tényleg nehéz követni, de bármikor vissza tudjátok nézni, és akkor újra visszanézik azt a részt, ami kell, jó? Itt van egy repülő. Legyen neki eleje. Én azt szoktam csinálni, hogy megrajzolom így a testét. Majd utána, majd áthúzom rajta, és visszatörlök, vagy a színezés megadja, úgyhogy nem érdekes. Így néz ki a teste. Van neki egy hátsó farka, és így már oldalnézetben láthatjuk ezt a repülőt. Ha húzok ideg vonalat, akkor ott kezdődik majd a szár, és ugye ez a vonal, ami nyáljunk rá. Itt pedig a szárny nem látható olyan nagyon, csak éppen kilóg és alakul. Ide teszek egy fülkét, és akkor már is kész a repülő. Ha kis repülő, akkor nem tudja behúzni a kerekét, úgyhogy ezt ide lehet rajzolni. Azt jelképezve, hogy ez gyorsan megy, ugye? Akkor ez egy fontos dolog, meg az, hogy mozog a propeller, és akkor már is repülő. A motor, ez nagyon fontos. Azért, mert sokan akarnak motort rajzolni, én most egy általános, nem sport, nem akármilyen, hanem sima utcán és használható motort próbálok majd itt mutatni nektek, mert ezt könnyen meg lehet tanulni. Legyen a színe, mondjuk piros. A piros motort egyébként tudjuk kell vezetni két motort. Legyen neki két kereke. A motort azt érdemes úgy rajzolni, hogy a két kereket rajzoljunk meg először. Ha megnézitek, akkor a két keréknek a közepe, ez a távolság, a körsugara nagyobbaknak, és a két kerék közötti távolság az ugyanaz, jó? Nagyjából ez az arány. Akkor lesz ez tök jó. Ide tessék rajzolni egy ilyen kockát. Ide pedig tessék rajzolni egy rácsot. Ide pedig tessék rajzolni egy kört. Ott lesz a motor rész. Én de utána kiszoktam ide csapni a kipufogót, és akkor már alakulunk. A lovag és lovagi várra az a reakcióm, hogy olyan is lesz, de nem most. Rajzoljuk meg a gumit, hogy mennyire vastag, ugye vastagabb kereke van, mint a biciklinek az ülés. Nagyobb ülése van, mint a biciklinek, és szerintem nagyon fontos itt a benzintank, ami itt szokott elhelyezkedni, meg hogy mindig van rajta, hogy a nagy lámpa. És akkor már csak annyi a feladat, hogy ide tegyük a kormányt, és ugye nagyobb a fék, ide teszünk egy ilyet, és akkor már egész motor. Itt van egy rész, amit el lehet mismásolni, ide tehettek mindenféle cuccot, de a lényeg az, hogy ez már egészen motor lesz, és ezt, ha nem úgy, mint a biciklit, ezt a kerékkel kezdtük, jó? Ez is tud elmenni egyébként, hogyha így csináljuk, akkor lehet látni, hogy már is egy keréken megyünk, és azt döntött el, hogy hova rajzoltam, ugye a földet. Na! Tigris és állatok. Daru, ez nagyon jó ötlet. Azt én megcsinálom. A lepke helyett úgy érted, hogy gondolom, hogy az építkezési dologra tetszett gondolni, és a fát, itt ezt is elveszem minden. Már jól néz ki egyszerre az egész, de most ezt annak érdekében, hogy lássatok, megcsináljuk. Szóval, hogy néz ki egy daru? Kislányom üzeni, hogy nagyon ügyesen rajzolsz, cuki vagy, köszi, de te is, és hogyha majd látod, amit rajzoltál, az tök jó lesz. Focilabda zseniális ötlet, úgyhogy most lesz egy dolog, ami emel egy focilabdát, és utána visszatérünk a nyulakhoz, és befejezzük ezt a történetet, és odaadom a színezőt, amit ígértem. Dalu. Hát ugye van egy föld, ami van egy állvány. Ez az állvány, ez olyan állvány, hogy teszek rá egy ilyen rács, egy ilyen rácsolatot, amitől ez nem fogja eldőlni. Itt van egy olyan tengely, ami körül elfordul, és erre teszek rá egy keresztben egy tartót. Erre is teszek rácsolatot. Ez egy cikcakos vonal, szóval semmi extra, így megyek végig, aztán csókolom. Ide teszek ellensúlyokat, ugye hiszen a mérleg miatt, ha itt előlóg egy súly, akkor ide ellensúly kell. Ide teszek ellensúlyt, ez több darabba is szokott állni, szokott lenni lent, meg fönt is. Ide teszem a futómacskát,
Eszter az egy futó macskának, ami a darun ugye ide-oda megy. Ilyen képesen teszek el a macskával. Lehet, hogy ez már lelóg a képről, nem baj. És akkor a darun rajta lóg egy kampó. A kampón pedig rajta lóg, most el fogom túlozni a dolgot, jó? A rajta a kampón pedig rajta lóg, ezt nem tudom, minek rajzoltam ide, egy tálca, és el fogok rajzolni ezt a csillagdát. Mégpedig fehérrel, olyan a fehérrel, itt van. A focilabdát azt nagyobbra is meg fogom mutatni mindjárt. Ha rajzolok egy kört, mikor lesz kaktusz? Amikor növényeket rajzolunk, oks. Rajzolok rá egy ötszöget, mert a focilabdán, a klasszikus focilabdán ötszög és hatszög váltakozik. Ha tudtok rajzolni ötszöget, minél szabályosabbat, akkor nyert ügyetek van a focilabdánál. Ez a kulcsfontosságú része. Ezt ki is lehet színezni. És a sarkaiból mindig hogy mondjam, középről elindulva, elindulok egy vonallal. De most, ha nem a labda közepére teszitek az ötszöget, akkor tök jó lesz, mert akkor valamelyik vonal hamarabb fog kiérni, valamelyik még később. Na most, amelyik később ér ki, az megint ketté ágazik, és ide teszek egy-egy dolgot, és már is kész a labda. Na most ezt a labdát megmutatom még egyszer. Ildikónak üzenem, hogy igen, én a falra rajzolok, csak a falra föl van festve iskolatábla festékkel egy tábla. Itt a helikopternél megmutatom. Sőt, még lejjebb is megyek. Motornak is búcsút mondunk, meg a talicskás nyomornak is búcsút mondunk. És akkor... rajzolok tehát egy kört, belerajzolok egy ötszöget. Nem a közepére rajzolom az ötszöget, ezért valamelyik felezős vonal az ki fog érni a széléig, valamelyik meg nem. És akkor most nem fogom kiszínezni, na jó, de ha kiszínezem, akkor ez tökre focilabda, jó? Mit akarok, hogy ez a focilabda ez mozogjon, akkor természetesen így. Ha azt akarom, hogy ez a focilabda ne a földön legyen, hanem éppen pattan, vagy gyorsan számolt, akkor már is így. Ha a focilabdát nem akarom rá is nyújt nyúlra, akkor nem ide rajzolom a nyulat, hanem ide rajzolom a nyulat, akire nem fog rá is menekülni természetesen. És kész. És akkor... jaj, a tűzoltót ígértem. Megnézem, hogy oda belfér-e. Ide elfér. A tűzoltó autónak nincsen más dolgom, mint megrajzolni a kerekeit. Legyen dupla kereke, ugye van felnél, most egyébként megyek bele a részletekbe. Összekötöm a kerekeket, tovább megyek, legyen egy vezetőfülkéje. Ugye a vezetőfülkén kívül a tűzoltó autónak többen is utaznak, úgyhogy van hátsó sor is általában, és ezek utaznak jókedvűen, hogy másoknak segítsenek. Utána ide pedig teszek egy kalitkát. Ezen a kalitkán pedig mindenféle kütyüt lehet csinálni. Itt vannak azok a ilyen rolós akármi, amiket a fölhúzok, ott vannak a cuccok. Ide be lehet tenni ugye a tömlőt, ide rá lehet tenni a csákányt, bármit, és akkor természetesen ide a tetejére pedig tehetünk egy létrát. Ez már a havatortán, és akkor ugye nem felejtjük el, fiú dolgok lévén szó, hogy a szirénát az egyszerűen egy ilyen puklival a tetejére rá lehet tenni. Na! Következően néz ki repülő, amin egy tank van Gábor abszolút erőse. Ugye a repülő, akkor még is megcsinálom Gábornak ezt, utána mutatom a színezőt és be is fejeztük. Ez egy oktatós történet. Rólam azt kell tudni, hogy alapvetően én nem rajzot tanítok, hanem egy szemléletet. Biztos vagyok benne, hogy ebből a szemléletből is ment át nektek nagy szeretettel, és hogy élveztétek így is ezt az órát, hogyha egy kicsit gyors talpaló volt. Bármikor vissza lehet nézni Gábornak meg, tehát akkor azt mondta Gábor, hogy repülő, amin egy tankon. Hát miért nem? Ugye úgy csináltuk a tankot, hogy
rajzoltam mondjuk 5 darab kört, meg még 2 kicsit, ez lett ugye a lánc talpa, és akkor 3 szinten, szinten minden, így. És akkor ez most éppen szíveket lő, jó? Így néz ki, hogy repülő, amint tank van. Na most, nyúl, nyár. A húsvét közelettével, ez egy furcsa húsvét lesz, mert mindenki maga, úgyhogy érdekes lesz a locsolás meg ilyenek. Biztos vagyok benne, hogy így is szuper lesz, húsvét után meg úgy is fogunk találkozni. Buborékot haladó szint, külön programon tudtok jelentkezni. Egyébként meg bárkit érdekelne olyan program, amit én tartok, azt a gyémántbogár.hu-n megtaláljátok. Van egyéni foglalkozás, van. Igen, Monika, mert mindig én csináltam úgy, persze. De szívesen megtanítom, csak nem tudom, azt ilyen, interaktív foglalkozás, hogy lássam, mit csináltok. Oksi. Monika például majd ír rám egy üzenetet, és akkor megbeszéljük, hogy tudom megtanítani, nagyon szívesen. Szóval a gyémántbogár.hu megtaláltok. A húsvéthoz pedig készítettem egy színezőt, ami így néz ki. Ez egy húsvéti tojásos színező, és rajta van egy csomó nyúl, meg mindenféle ilyen kütyű, meg húsvéti tojás, meg amit akartok. Bízom benne, hogy ez is sokatoknak fog munkát adni. Fölírom ide a táblára, hogy honnan tudjátok letölteni ezt a színezőt. Csinálok egy kis helyet neki. Mondjuk ide. Színezőszi, bocs, kell a hely, ez van. Egyrészt ugye a gyémánt bogár.hu-n találtok meg. Per húsvét kötőjel 2020. Tehát ez egy kötőjel. Ott le tudjátok tölteni a színezőt, meg fogjátok találni a csak úgy csinálja, hogy látszódjon. Meg fogjátok találni a színezőt, meg fogjátok találni a letöltési helyét, de nem azt a képet mentsétek majd le, ami ott van, mert az kis felhatású, megkapjátok nagyba, jó? Úgyhogy jelentkezzetek érte. Bízom benne, hogy tetszett ez az óra is. Lesz még. Nagyon-nagyon szép húsvétot kívánok nektek, kitartást, meg jó furcsa tavaszi szünetet, amit tulajdonképpen nem is tudom mennyire szünet. Vigyázzatok magatokra, egymásra, természetesen maradjatok otthon, de ezt már hallottuk klasszikusoktól, már lassan verset is írunk róla. És jelentkezem további online programokkal, szeretettel üdvözlöm benneteket, és köszönöm, hogy itt voltatok. Jók legyetek! Örülök, hogy tetszik a Bubi, meg bízom benne, hogy fiúknak, lányoknak sikerélményt ad ez a foglalkozás. Légy üzenetben, most is, ahogy eddig is, küldjetek nekem képeket, hogy milyen volt, oké? Nagyon szívesen, mindenkinek szép húsvétot, köszönöm a kommenteket, nagyon aranyosak vagytok, hogy ennyien nézitek, ki fogom írni a következő alkalmat. Én úgy gondolom, hogy a tavaszi szünetben is lesz, ugyanígy kedden, mert meglátjuk, hogy micsoda. Jó? Akkor jók legyetek, sziasztok, és zárásképpen természetesen el nem maradhat a csöngetés, mert tulajdonképpen ezzel nagy szükségünk lesz erre, hogy csöngessünk, és akkor szeretettel kívánok mindenkinek gyönyörű tavaszi szünetet. Sziasztok!